Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták, napról napra, hétről hétre igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat bemutatni itt a fehérvári beszélgetésekben. Hát azt hiszem, hogy a mostani beszélgetésben sem emberi sorsokról, sem érdekes történetekről majd nem lesz hiány, hiszen rengeteg ilyenről fogunk szót ejteni. Hamarosan láthatják majd a Vezér nélküli forradalom 1956 című filmet, melynek a rendezője Belány Róbert, akit sok szeretettel köszöntök itt a stúdiónkban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Az 1956-os témával általában a gondolkodó művész emberek, filmes szemben is szeretnek gondolkodni, meg megfogalmazni a saját kis véleményüket az egész történettel kapcsolatban, meg hát az is mindig fontos, hogy az ember egy sztorira bukkanjon, és azt hiszem, hogy az ön filmjében is egy ilyen nagyon izgalmas sztori alakul ki. Honnan jött a gondolat, mi volt az alapötlet? Tehát ugye először is azt kell mondani, hogy 1956-nak a képzeletbeli térképén még nagyon sok fehér folt van. Tehát nagyon-nagyon sok, és az információk azok csak nagyon lassan nyílnak meg. Tehát ugye a történelmi levéltárak úgy Magyarországon, úgy a Szovjetunióban még nagyon sok olyan adatot tartalmaznak, amelyet mai napig nem jutottak hozzá a történészek, nem jutottak hozzá a kutatók, a levéltárosok. De mindig vannak új megjelent, vagy valahol felelhető adatok, és ez a film, ez annak a szignifikáns példája, hogy soha nem lehet azt mondani, hogy már mindent tudunk egy történelmi eseményről, erről a dicső időszakról, hiszen 1956 forradalma az a magyar nép számára egy épp olyan dicső időszak volt, mint a 48-as, vagy a Rákóczi-féle forradalmak, de nyilván más időszakba következik be, és erről azért sokkal több írott anyag van, ami még fellelhető. Sajnos még az összes levéltár nem nyílt meg, és ugye a legfontosabb, hogy még a moszkvai levéltárak, katonai levéltárak nem kutathatók, vagy csak részben kutathatók. Amiből én merítettem, és kerestem meg történészeket, szaktörténészeket, rossz szóval mondva, tehát akinek a kutatási területe 1956, ők a KGB levéltárból, Ungvári KGB levéltárból szerzett adatokat, amik nyilvánossá váltak, amikor ugye Ukrajna önállóvá válik, akkor a KGB adatok kutatók számára bizonyos mértékig kutathatók lettek, és abból hoztam egy kutatási jegyzőkönyvet, amit 1956 novemberében az Ungvári KGB kihallgató irodában vagy székházban voltak ezek a kihallgatások. Több magyar deportártól beszélünk, és a sztori, ha sztorinak nevezhetnénk, inkább történetnek, azt hiszem, azt kell mondjam, hogy ez egy olyan történet, ami nagyon tiltott volt a kádári rendszerben, a kádári korszakban, és arról a konkrét számokról a filmben majd a történészek, három történész, aki ebben a segítségemre volt, Kállert Frigyes professzor úr, dr. Váradi Natália Beregszászról és dr. Lubka György Ungvárról, ők mind a hárman ennek a témának a kutatói, ennek a témának a szakértői, és az ő segítségükkel jutunk el a történelmi pontosításokhoz, azonosságokhoz, ami a filmben aztán kirajzolódik. Tehát ennek az egyik vonala, ennek a filmnek, a dokumentumfilmnek az 56 november 4-e utáni letartóztatások és deportálások a Szovjetunióba. Ahogy elhangzik majd a filmben, fogják hallani a kedves nézők, hogy közel 5000 ember deportáltak a Szovjetunióba. Amit ugye sokáig elhallgattak, amiről nyilván hivatalos adat nem volt, ezek utóbbi évtizedekben derültek ki ezek a számok. Hát igen, ez titkos volt. Tehát a Kádár rendszernek ugye a legnagyobb tabu témája az 56. Tehát még a többi témáról csak úgy, ahogy lehetett szót ejteni, de a 56-ról nem. Tehát arról az ajtó becsukva, elbújva, lakások mélyén esetleg, hogyha váltottak szót. És hát visszatérve a deportáltakra, ugye 13 olyan gócpont volt Magyarországon 56 után, a szovjet hadsereg a bevonulása után a magyar AVH-sokkal vagy pufajkásokkal begyűjt mindenkit. Jó
orosz vagy szovjet módszer szerint inkább ezerrel többet, mint egyel kevesebbet. És mindenkit visznek. Tehát majd a filmben elhangzik, hogy a kisgyerekektől a lánygyerekig, talán a csecsemőkig mindenkit elvittek. Akit vonatra, teherautóra fel tudtak tenni, az irány a Szovjetunió, és hát az eredeti tervek még nem tisztázottak, de nagyon sokan azt mondják, hogy valójában a tervek arról szóltak, hogy egy részét ezeknek majd a letartóztattaknak a Bajkál-amur vasútvonal építésére viszik tovább, ugye Szibériába, és majd ott ilyen rabtáborokban dolgoztatják, aztán hát világpolitikai és egyéb ilyen politikai körülmények azt hozták, hogy december-január körül, tehát 56 decemberre, 57 januárra körül hazaszállítják őket, amennyiben mindenkit hazaszállítanak. Filmben az is elhangzik, hogy vittek belőlük Szibériába, de eltitkolták, és soha nem engedték őket haza. Tehát a témának a letisztulása az még várat magára. Azt hiszem, hogy ez a jövő története, hogy valamikor a moszkvai levéltárakban lehet kutatni, azt még egyelőre úgy tudom, hogy ez még nem lehetséges. A másik téma, amit a filmben végigkísérünk, ez a szuezi kérdés. Na most, ez egy nagyon érdekes történet, a Szuez. Tehát én már ezt gyerekkoromban hallottam, hogy az idősebbek mondták, hogy hát jöttek az oroszok és Szuez keresték. És hát később aztán törtem tanulmányaim folyamán, úgy gondoltam, hogy ez biztos onnan van, hogy hát akkor volt a szuezi válság, és hát talán ez úgy jó volt kimondani, hogy nem is Magyarországra akartak jönni, hanem Szuezbe. De évek óta 56-os filmeket forgatok, és mindenhol megjelenik ez, hogy azt mondja valaki, hogy hát igen, a Szuezt keresték. És itt ugye történészek beszélnek erről a történetről. A túlélő volt egyetemisták beszélnek arról, hogy az orosz tiszt azt kérdi tőlük Veszprémbe, hogy hol van Szuez. És akkor mondják neki, hogy hát a Szuez nincs, Balatonban. Szuez nincs. És ezt komolyan kérdezte? Ezt teljesen komolyan kérdezték. Vagy a Dunán, ahogy jönnek át, akkor megkérdezte az orosz tiszt a magyaroktól, hogy ez a Nílus? Tehát ez a téma, én azt gondolom, hogy ilyen mértékben bizonyító erejű dokumentumokat, vagy interjúkat még talán nem sikerült készítenem, és én azt hiszem, hogy ez egy bizonyító erejű riportok lesznek, hogy igenis Szuez. Váradi Natália történész, akinek a kutatási területe 56, és a doktori disszertációját ebből írja, az 56 utáni megtorlásokból. Ő készített interjút azokkal a szovjet katonákkal, tehát magyar származású szovjet katonákkal, akiket 56-ban, mind a szovjet hadseregnek a katonái parancsra Magyarországra vezényelnek. Ez Kígyósról történik meg, Kígyós az Beregszász utáni település, ott felsorakoztatják az ezredet, egy páncélos ezred, és elindítják őket Magyarország fele, de a parancs kihirdetésnél az hangzik el, hogy a szuezi testvéreknek megyünk segíteni. Na most az a tadzsik, türkmén vagy szibériai katona, annak fogalma nem volt már arról sem, hogy hol van Beregszász. Tehát annak, hogy azt mondják, hogy te talpon, lánctalpon vagy teherautóval elmész Beregszászról Szuezbe, annak azért az nem volt hihetetlen. De annak a Beregszászinak, vagy nagyszőlősinek, aki ott lakott 5 kilométerre a magyar határtól, és ha egy kicsit is ismerte a térképet, azt tudta, hogy nem nagyon lehet talpon elmenni Szuezbe, mert vagy hajóval, vagy hát körbe Ázsiának. És hát ezek a magyar katonák, amikor beérnek Magyarországra, látják azt, hogy hát itt megyünk keresztül, ahogy Natália mondja, a szülőföldünkön. És hát rájönnek, hogy ő nekik a magyar testvérek ellen kell majd harcolni. Hát és a filmben szerepel, nagyon sokan dezertálnak, nagyon sokan átállnak a magyar oldalra. Aztán hát nagyon komoly retorziók vannak ezzel kapcsolatban utána velük. Mennyire viselte meg ez az egész az érintetteket, hiszen említette, hogy ugye számos személyes beszámolót is végighallgatott. Mi volt az, ami mondjuk mindenkinél lehet azt mondani, hogy ilyen visszatérő momentum? Talán a legérdekesebbről hadd beszéljek. Ugye ebben a filmben szereplő három riportalany egy életpályát futott be, hiszen mind a hárman Veszprém egyetemisták voltak ebben az időszakban, 22-23 éves fiatalemberek, akik később vegyészmérnökök lettek, és különféle magas beosztású tudósok lettek belőlük. És
Az egyik történetet, ahonnan én eleve az alapötletet vettem, az dr. Szíj Ferenc írja. Az ő könyvéből tudom meg, hogy csak nagyon későn, már amikor a rendszerváltás után olyan 2000 körül, amikor a könyvet írja, és amikor elkészül a könyv, azt hiszem 2002-ben készül el, akkor már a felnőtt egyetemet végzett gyerekeinek akkor adja át ezt a könyvet, és fogalmuk nem volt a gyerekeknek arról, hogy mi történt az édesapjukkal. Tehát oly mértékig nem mertek erről beszélni, és akkor ez ugyanez megismétlődik Klugottó esetében, aki egy nagyon híres elektrokémikus szakember volt Magyarországon, hogy szintén nem mondta el a gyermekeknek, nem mondta el a fiának, hogy ő vele ez történt. Tehát az a félelem, azok a gátlások, azok bennük maradtak, és talán amikor az interjú ügyében kerestem őket, akkor is éreztem azt, hogy bizony-bizony beszélgetnünk kell, és előtte egy belső beszélgetés kellett ahhoz, hogy kamera elé álljanak. Tehát a félelem az nem hagyta el őket, akkor mondhatjuk ezt. A félelem biztos, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy ezért ezek egy olyan események az ember életébe, hiszen az, hogy most azt mondjuk, hogy őket deportálták november 9-én, 1956. november 9-én, és karácsony körül itthon vannak, ez csak a véletlen. Tehát benne volt ebben nagyon is, hogy Szibéria, vagy soha többet haza nem, vagy útközben kivégzik őket. Tehát ez így utólag azt mondjuk, hogy jó, hát ez a 2 hónap, 3 hónap, ez nem egy hosszú idő. De az indulás, az a történet, hiszen nem sokkal, 11 évvel vagyunk a második világháború után. Nagyon jól tudták, mit jelent a Málenki robot. Tehát aki látta őket, hogy ezeket teherautókon Veszprémbe, itt Székesfehérváron, felpakolták egy teherautóra, és akkor elviszik őket a Szovjetunióba. Azok az idős emberek, akik az utcán álltak, és erről nyilatkoznak is a riportalanyok, hogy sírtak, mert tudták, hogy mivel jár. Akit a Szovjetunióba vittek, az ugye 5-6 év után jött haza, már aki túlélte a Málenki robotot. Igen, és tehát azt hiszem, hogy jogos volt ez a félelem, és ez bennük maradt. Ez bennük maradt. Azt most ugye említette, hogy találta meg a történetet, meg hogy bukkant rá erre a sztorira, és azt is említette, hogy hozott nekünk ugye eredeti jegyzőkönyveket. Ezeket hogy sikerült beszerezni? Hát a KGB jegyzőkönyveket, azokat Váradi Natália történész, mint kutatási anyagként szerzi meg, hát egy kicsit kalandos úton a KGB levéltárból. Ugyanis kap rá hivatalosan kutatási engedély, de ez Ukrajnában nem egész így működik, ott még egy kis baksist kell mellé tenni, hogy ez meg is történjen. És ahogy elmondta nekem, hát nem voltak ezek rendszerezve, hanem a pince mélyére egy kupacra bedobálva. És onnan szedi ki, gyűjti ki, rendszerezi a rosszul olvasható, mint ebben a KGB jegyzőkönyv is látszik, hogy Cirill betűvel írt írásokat, és rendszerezi név szerint, és azt hiszem, olyan közel 1000 nevet sikerült neki azonosítani. Köztük azoknak a 3 riportalanynak is megvan a jegyzőkönyve, akik szerepelnek a filmben. És akkor, amikor így lapozgatta, akkor bukkant rá a nevekre, és nem volt egy kicsit az ilyen hátborzongató érzés, vagy látták ezt már a riportalanyok? Nem. Ezzel ma készülök ezt átadni Kacander Károly újnak, aki szintén az egyik riportalany. Nem tudja, hogy viszem. És a másik 2 jegyzőkönyvet azt a film vetítésénél volt egy ilyen lehetőség, hogy megjelentek a helyszínen a másik 2 túlélője ennek a filmnek, és nekik ott átadtuk. Hát másnap felhívtak, és éreztem, hogy borzalmasan meghatódtak. Tehát meg hát ott már azért nagy valószínűséggel én már a Cirill betűket nem igazán... Ők tudnak oroszul. Tehát én nem tudok oroszul, de akkor ők nagyjából érteni is fogják. Igen, ők tudnak oroszul, bár volt tolmács a kihallgatáson, de akkor az egyetemisták elég jól beszéltek oroszul is. És például én sem tudtam olvasni pontosan, hogy ki, mert a Cirill betűkkel én is eléggé nehezen boldogulok. Tehát amikor ezt azért kezükbe adtam, és most Karcsi bácsival találkozunk, neki is egy meglepetés lesz, nem mondtam, hogy mit viszek neki, de gondolom, hogy fog neki örülni valamilyen szinten. Milyen helyszínek villannak majd fel a filmben? Mit kell tudni ezekről a helyszínekről, hamarosan ugye látni fogják? Hát ugye a helyszínek, tehát a 13 gócpontból, ami Magyarországon volt, én Veszprémből kezdem, hiszen a túlélők azok veszprémi egyetemisták voltak. Veszprémből indulunk, a veszprémi várbörtönből, ami ma már
funkción kívül van, de autentikus, mert ugyanúgy néz ki, mint annak idején. Onnan indulunk el, és nyomon követjük egy animáció segítségével a deportálásokat. Ugye Veszprém, Dunaföldvár, Beregsurány, Munkács és Ungvára az úti cél. Mindenhol forgattunk, Veszprémbe forgattunk Beregszászon, akkor Munkácson, Ungváron, tehát ezeken a helyszíneken, ahol ők megfordultak. Bejutottunk talán a legérdekesebb sztori, és azt hiszem, hogy ez egy legérdekesebb sztori, hogy bejutottunk az ungvári börtönbe. Ugyanis az ungvári börtönben van egy emléktábla elhelyezve az 56-os deportáltaknak. Tehát ugye Ukrajnának a történetéhez nem tartozik hozzá, Ukrajna független állam lett, és ezt a Szovjetunió követte el, és ahogy ott azért lehetett érezni, nem nagyon szerették ők a Szovjetuniót. És bementünk, és hát ugye nem volt egyszerű bemenni, és még nehezebb volt kijutni. De mai napig működő börtön. Hát ugye a forgatási engedélye Ukrajnában, azt hiszem, hogy magyar televíziónak nem nagyon nem van. Nekünk sem volt, és az ukrán állami televíziónak az ungvári stúdiójával forgattunk, magyar stúdióval. És hát arra kértünk engedélyt, hogy bemelsünk, és az emléktáblát lefilmezzük, de hát próbáltunk azért valamennyit legalább a ilyen vágóképeket készíteni. Addig nem is volt semmi gond, amíg bementünk, nem kértek tőlünk semmilyen igazolványt. Igazából a kinti tévés igazolványt felmutatták és beengedtek. És hogy kinéztem és láttam, hogy ahogy ez ugye az udvara a börtönnek, ahogy kifele jönnek a különféle látogatók, vagy nem tudom kik voltak ott, attól mindenki a személyigazolványt kértek. És akkor voltak nehéz pillanataim. Hogy akkor most elkérik, vagy nem. Hogy az én magyar személyigazolványommal mit keresek ott benn, de nem kértek semmit, tehát kiengedtek minket. Hatalmas kő esett le a szívemről, amikor a hatalmas börtönajtó kinyílt. De hozzátartozott, ezt mindenképp le kellett filmezni, mindenképp bele kellett tenni. Érzékeltetni kell. Ma is hát fogják látni a nézők, hogy nagyon egyszerű módszerekkel őrzik a börtönt az ukránok. 20 centinként van 2-20 a drót, a kerítés mellett, tehát villanyárammal őrzik a börtönt. Náluk ez még ilyen bevett szokás, hogy nem hatékony intézkedés. Hatékony, kevesebb őr kell. Úgyhogy ez volt az egyik olyan helyszín. Aztán a maga a riport az a Ungváron készül, a Dubka Györggyel, a KGB székház előtt, ott is van egy emlékmű, amit a magyar állam segítségével, támogatásával állítottak fel. Dubka Györgyről annyit kell elmondani, a filmben fogják hallani, hogy ő egy igazi polihisztor, tehát ő egy író, történész. Amikor az interjút megbeszéltük, hogy találkozunk Ungváron, akkor egy ilyen kötekkönyvvel várt, és azt mind ő írta. Az ő kutatási terület a II. Világháború utáni megtorlások, ebbe beletartozik a Málenkei robot, beletartoznak a különféle deportálások, és beletartozik 56 is, és aztán a filmben a legérdekesebb történet az övé lesz, amit elmond egy magyar katonáról, egy Bucella József nevű magyar katonáról, aki ugyanúgy, ahogy előbb említettem, mint a szovjet hadsereg katonája átjön Magyarországra a szovjet hadsereggel, és ahogy beér Budapestre, abba a pillanatban dezertál. Az első lehető alkalommal áttál a magyar oldalra, harcol a szénatériekkel, és amikor vége ennek a forradalomnak, leverik a szovjet csapatok, akkor hát ő haza akart menni, és valahol Miskolc környékén kapják el az erdőbe, hazafele szökött és nem nyugati irányba, elkapják, és dezertálásért és hazárulásért halálra ítélik a Bucella Józsefet. A filmben szerepel, mindent nem is akarok elmondani, egy nagyon érdekes történet. Azt hiszem, hogy még nem is hallottam arról, hogy valaki túléli a saját kivégzését. Ez most tényleg ilyen hátborzongató. Bízzuk rá nézőkre, de... és nézzék meg a filmet. Azt szeretném érzékeltetni ezzel, hogy ez egy olyan történet, ami ha nem történész mondja el, ha nem jegyzőkönyvek alapján mondják el, akkor talán én sem hittem volna el. De ennek már irodalma is van, ennek a Bucella József féle történetnek, és meg is kapja aztán majd Magyarországtól, a magyar kormánytól a legmagasabb kitüntetést. 2000-ig van, 2000-ben jön haza a szibériai lágerből, a túlélt kivégzés után. Hát nagyon érdekes, úgyhogy kívánom a nézőknek, hogy ezt nézzék meg okvetlen. Volt valami olyan élmény az egyes helyszíneken, amikor mondjuk tényleg egy kvázi túlélővel, aki mondjuk
tényleg arra számíthatott, hogy akkor ő neki most itt a megtorlás után az életének, a mindennek vége lesz, és mondjuk valami érdekes helyzetet élt át? Igen, azt gondolom, hogy egy következő filmünk, amit tervezünk, szintén Veszprémben, hiszen Veszprémben volt a vidéki forradalmi központ volt Veszprém, és a deportálásoknál is meglátszik, a vidéki városok közül Veszprémből deportálnak a legtöbb embert, azt hiszem 96 ember deportálnak a Szovjetunióból, ebből 90-et kivisznek, mert 5-öt már Debrecenben a magyar hatóságok elé állítanak. És Veszprémben ugye maga a forradalmi hangulat is nagyon-nagyon magasra csapott, és a Brusznyai Árpád féle történet az majd szerepelni fog, aki egy görög filozófia tanár volt, és hát kivégzik őt, mind a forradalom vezetőjének apostrofálják, de csak a forradalmi tanácsnak volt a vezetője, aki semmilyen bűnt nem követett el. És ugye szintén a veszprémi börtönben kezdtük ott is a riportokat, a mínusz ötödiken. Hát a régi várbörtön mínusz ötödik szintje, ez volt valamikor a legsúlyosabb ítéletekkel halálos vagy életfogytiglani raboknak a cellái voltak ott, és egy egykori rabot, aki ott ült 56 után ebbe a börtönbe csukták be, ővele készítettünk ott interjút, hát ugye jött az egész stáb, a Károly Frigyes professzor úr, mindenki ott volt, voltunk sokan. És ugye lementünk a lépcsőkön, és hát a kamera, lámpák, és borzalmasan zavarba volt ez a bácsi, rettentő zavarba volt, és láttam, hogy valami nem stimmel, és próbáltunk vele beszélgetni, és akkor kezdett megnyugodni, és akkor elmondta az interjúban, hogy volt, mint volt, stb., és láttuk, hogy még valamit szeretne mondani. És akkor kérdeztem tőle, hogy van még valami, amit el szeretne mondani? És akkor azt mondja nekem, hogy rám néz, és azt mondja, tudja, azt mondja, azt hittem, hogy ez az egész forgatás csak egy csel, és engem itt újból le fognak tartóztatni. És hát ez egy nagyon mélyen ütött engem is. Hát hihetetlen, tehát 62 év után. Ennyire mélyen benne maradt, vagy? Igen. Azt hiszem, igen. A helyszín is biztos kihozta belőle. És azok a történetek felszakadtak, amiket elmesélt, hogy amikor amnestiával nagy nehezen szabadul, hány évig mindenféle jelzőkkel illetik, és nem veszik fel munkahelyre, és hát igazából üldözik őket. Tehát a Kádár rendszer... Hát a rendszer lehetetlenné tette őket talán. Igen, amikor ugye azt mondjuk, hogy 1963-ban hogy a kádári konszolidáció, vagy mondhatjuk, hogy az ENSZ-féle konszolidáció, mert ugye az erőlteti rá Kádárékre ezt, hogy muszáj konszolidálni a helyzetet, és ki kell engedni a politikai elítélteket, nem mindenkit, de nagy részüket kiengedik. Ez egy dolog volt, de maga a megfigyelések, a megaláztatások, azok a rendszerváltásig nem érnek véget. Tehát egy bélyeget, egy stigmát sütnek rájuk, amit ők nem tudtak, nem is lehetett levetni, hiszen akkor megbélyegezték őket, hogy mintha valami hazárulók lettek volna, bűnözők lettek volna, köztörvényesek lettek volna, mert hát a szocialista rend ellen kezet emeltek a szocialista rendszerre. Tehát ez egy ilyen akkori megfogalmazás. Mint az ellenforradalom, ugye évtizedeken keresztül azt tanították, holott. Igen, igen. Nehéz lenne apostrofálni, hogy az ellenforradalom nem ellenforradalom, vagy nehéz lenne ebben egyszerűen még erről beszélni, és hiszen nem tudnánk megmondani, hogy ők miért is gondolták, hogy ellenforradalom. Azért, mert ő ellenük volt. De igen. A nép nem ő ellenük, a nép az egész rendszer ellen volt, azt, amit ugye 47-es választások után a sztálinista rendszernek nevezünk ránk hoztak, és abból adódik. Tehát az elégedetlenség, a forradalomnak a mi voltja, azt oda vissza kell mennünk, hogy a szovjet zónába kerültünk, és olyan rendszert, olyan diktatúrát vezettek be Magyarországon, Rákosiék, Gerőjék, amiről szintén beszélnek ebbe a filmbe, hogy talán ez volt egyik legerősebb, legsötétebb diktatúra a szocialista blokkban. És mindent megtettek azért, hogy elvegyék az embernek az identitás tudatát, akár a vallástól elkezdve, hát felépítettek kvázi egy államvallást, legalábbis az én tanulmányaim szerint, ahol a névadót rá lehetett húzni a keresztelőre, és mindennek volt megfelelője. A filmben szerepel egy pap, egy lelkész, egy református lelkész, Kárpátalján, aki a kihallgatás közben egyszer kivégzik, tehát addig verik, még meg nem hal. És ő az egyetlen igazából halálos áldozata a kárpátaljai történeteknek, erről is beszél Váradi Natália.
Igen, a vallás az a kommunista rendszereknek az ellensége volt. Tehát ahol az emberek valamilyen szinten együtt tudtak lenni, együtt tudtak gondolkozni, volt egy közös hitük, az már nem volt jó. Tehát a közös hitnek annak kellett lenni, hogy hinni kellett a kommunista tézisekben, amik téveszmék voltak, de az ő hatalmukat csak akkor lehetett fenntartani, hogyha ezt az ideológiát is fenn lehet tartani. Abban a pillanatban, amikor az ideológia ez megsérült, ami megtörténik majd a 80-as évek végén, mert csak úgy tudott megbukni ez a rendszer, hogy már az ideológiát senki nem hitte el. Talán már ők maguk sem. Tehát ők maguk sem. Tehát az idős régi kommunisták, ezek a megkövesedett kommunisták, mint Kádár is egyszerűen kiöregedtek, és az új generáció már ők maguk sem hitték el, de ez az 50-es évekre teljesen másképp volt. Teljesen más volt az akkori rendszer. Egy kicsit most már azért ízelítőt kaphattunk is abból, hogy akkor lesz folytatása a sorozatnak, hiszen hogyha a következő részhez szintén veszprémi helyszínen forgatnak, akkor ez azt jelenti, hogy lesz folytatás. Illetve, hogyha nem is ennek a filmnek, de magának a témának. Igen, azt gondolom, hogy nem folytatásról kellene beszélnünk. Mindegyik filmünk, amit eddig 3 filmet készítettem 56-ról. Az első 2 film az arról szólt azokról az emberekről, akik 1956-ban úgymond diszidáltak. Tehát az ő megbélyegzésük az volt, hogy diszidensek. Tehát akik elmenekültek Magyarországra, és az ő életüket próbáltuk nyomon követni, és ők mesélnek arról, hogy mi történik velük. És az is nagyon érdekes, hogy mi azt gondoltuk, hogy ők abba a csodás világba kikerültek, és Mercedes, és jólét, és gazdagság, és minden egyéb, és bizony ott is tetten érhető volt az, hogy örökké hontalanok maradtak. Tehát soha nem tudták magukat igazából, hiába mondták, de végén mindig mindenki azt mondta, hogy hát az örökké hontalanok maradtak. És egy nagyon érdekes történet 56-ról, és még nagyon sok minden van, amiről az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Tehát azt hiszem, hogy ez egy furcsa fogalmazás, de az utolsó utáni pillanat. Tehát ma már azok, akik beszélni tudnak 56-ról, azok 80 év fölötti emberek. És vagy mernek beszélni, vagy nem mernek beszélni, vagy már az emlékező képességük nem... Hát felel, vagy tudnak, vagy nem felel tudnak. Meg ahhoz, hogy filmre vigyük. Nagyon nehéz találni riportalanyokat. Nagyon nehéz őket aztán arra is rábeszélni, hogy kamera elé álljanak. Úgyhogy megpróbálnak mindent, és talán úgy érzem, hogy egy kicsit úgy az én lelkemnek is jót tesz, hogyha még erről tudunk forgatni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és sok sikert kívánunk a továbbiakban és a munkához. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, és hogy akkor azt megígértük, a beszélgetést követően láthatják a dokumentumfilmet is.